Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Sajnos megint azzal kell kezdenem a felszólásomat, hogy ami egészen elképesztő, hogy ön ismét sportot űz abból, hogy a volt munkahelyét támadja. Ez egy extrém sport. Én nagyon kevesen űzik Magyarországon, de ön professzionális szinten űzi. Ugye ön a századvég alkalmazottja volt korábban, jogerős bírósági döntés van arról, hogy ön nem mondott igazat. Képviselőasszony, megkérhetném? Hogyha csúnyán szeretném ugyanezt kifejezni, akkor azt is mondanám, hogy hazudott a századvége kapcsolatban. Jogerős bírósági döntés van. És most ugyanezt csinálja a KSH-val összefüggésben. Ugyanezt a fake news gyártást kezdte el korábban, még az előző ülésszakban, amikor ebben a témában vitatkoztunk, és most ezt folytatta a KSH esetében is. Ugyanis a KSH adatai az ön által említett bérekkel összefüggésben éppen az ellenkezőjéről szólnak. Az a baj, ez egy pszichológiai kórkép, kognitív diszonancia. Az adatok, a valóság az nem illeszkedik az ön pszichológiai percepciójához. Mert az ön pszichológiai percepciója az, hogy ez az ország összedől. A valóság ezzel szemben az, hogy ez az ország fejlődik, és egyről a kettőre jut. És a KSH adatai ugyanezt igazolják vissza. Nem állítjuk azt, hogy kolbászból van a kerítés. Mi egy dolgot állítunk, azt, hogy a magyar emberek egyről a kettőre tudnak jutni, és ez radikálisan másfajta történet, ahhoz képest, ami 2010 előtt volt, ahhoz képest, ami az ön szövetségi rendszerében, amikor ők kormányzati felelősséget viseltek, akkor volt. Igen, és ez fontos, ön mindig arra hivatkozik, hogy konzervatív nézeteket val, ehhez képest olyan pártokban ül, ehhez képest olyan pártokkal köt szövetséget, amely alapjövedelmet szeretne, amely munkahelyet segélyre szeretné alapítani a politikáját, amely a bevándorlás támogatásában hisz, amely nem az adócsökkentésben, hanem az adók emelésében gondolkodik. Tehát nem értem, hogy ilyenkor mi van az elvekkel. Tehát vagy rossz helyen ül, vagy ön, hogyha az érdekei azt kívánják, akkor gond nélkül feladja az elveit. A KSH konkrét adataival összefüggésben pedig azt tudom mondani, hogy éppen most hozta ki a KSH azt az adatot, amely szerint 343 ezer forint a bruttó átlagbér Magyarországon. Ez körülbelül 10%-os emelkedést jelent. Nettó átlagbér 228 ezer forintot jelent. Ez is majdnem 10%-os emelkedést jelent, és azt tudom önöknek mondani, hogy hála Istennek a magyar emberek teljesítményéből köszönhetően a magyar gazdaság növekszik, 4,9%-os a GDP növekedés, és ebből a gazdasági teljesítményből tudnak a bérek is növekedni. A magyar emberek gazdasági teljesítményéből az ország jobban tud teljesíteni, és ebből meg tud valósulni a konvergencia, vagyis a bérfelzárkóztatás. Az a politika, amit az önök pártja képvisel, és azok, akik ennek a pártnak szövetségesek, lehet, hogy ön nem tagja a pártnak, de ott ül a frakcióban. A felelősséget vállalja. Ezt úgy hívják, hogy politikai felelősség. Ezt sajnos vállalni kell. Sajnos ez egy szövetség, úgy néz ki. Tehát Azok a politikusok, akikkel önül együtt ott a parlamenti frakcióban, az pont ezt a teljesítményt kérdőjelezik meg. Pont a magyar gazdaság mögül ezt a teljesítményt szeretnék kivenni azon politika által, amit ők itt az országgyűlésben propagálnak. Ezért meg fog szűnni, ha ők kerülnek hatalomra, megszűnik a magyar gazdaság teljesítőképessége, megemelkednek az adók, és az a béremelés és az a konvergencia, ami az elmúlt években megvalósult, ez tovább nem tud folytatódni. Amit ön említett, az pedig egy fake news gyártás a számokra. A KSH a 90-es évek óta ön is pontosan tudja, vagy legalábbis tudnia kellene, hiszen azt az intézményt vezette, hogy a KSH ugyanazon módszertan szerint számolja az adatokat minden ciklusban. A bruttó bérek esetében is, és a reálbérek esetében is. Ugyanaz a módszertan van a 90-es évektől kezdve. Ez azért szerencsés, és mi ennek azért örülünk, mert egyértelműen kiderül a különbség a 2002 és 2010 közötti kormányzás és a 2010 utáni kormányzás minőségek között. Önnek pedig az a problematikája, hogy szeretné megváltoztatni ezt a módszertant, hogy ez a különbség a korábbiakkal való összehasonlíthatóság és annak alapján, hogy kiderüljön az, hogy hála a jó Istennek, és ennek mindannyiunknak örülnie kéne, az ország jobban teljesít, ezt eltűnjön. Ezt a fajta fake news gyártást visszautasítom a KSH és a magyar kormány nevében is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.